aludtam. Nagyon keveset aludtam, nagyon sokszor, hogy vigyem valamire, hagyjál nekem, mert neveljem. Mint fiú, csak öt nem. Már két unokánk is van. Megtanultak úgy, ahogy magyarul, és mivel, hogy szerencsétlen nem magyar feleségem, aki megtanult magyarul, azért vettem el őt, és utána nem voltak magyar lányok, egyszerűen nem voltak. Azok, akik voltak, azok katonatiszt, akik származtak, vagy valamilyen fontos embertől, aki kimenekült a második világháború után nyugatra, és olyan válogatósok voltak, hogy egy fiatal egyetemista, aki végzett, ugye, hát ez az még kicsoda. Most aztán sírnak, mert ugye kétszeres judó világbajnok vagyok, és így tovább, most aztán sírnak. Lényeg az, hogy nem zugolódunk, hanem keressük a kiutat az észszerűbb kor felé. Steven Pinker, a Language Instinct, London 1994, szerint 10 000 esztendő elegendő ahhoz, hogy az akkor beszélt nyelveket ma senki se értse meg, a szavak elhalása, kicserélődése, jelentésének megváltozása, új szavak keletkezése, új nyelvek születése és alkotása folyamánya képpen. Mit jelent ez? Tájszólások kialakulnak, az emberek elfelejtenek, főleg amikor kataklizmusok, azaz, hogy összeomlások és földrengések és viharok és vulkánikus kitörések alapján az özönvíz jött. Ma már a tudósok kezdik fejtegetni, hogy tényleg volt egy özönvíz 11 000 évvel ezelőtt. És Egyiptom ősi kultúrája ezt emlegeti. Sőt, bizonyos építmények és faragványok már az előtti korból származtak. De nem lehet nekik több történelmet adni, mint 4500 éve. Mert ha túlmegyünk azon, akkor valahogy kikerültük az úgynevezett kánaáni területet. Ott kell, hogy legyen a legősibb történelem a mai oktatás szerint. És onnan származzon, apám uramtól származzon mindenki, azt pedig úgy mondjuk ma, hogy Ábrahám. Így van a tankönyvekben, így van a tudományos könyvekben. Ha nem tetszik, akkor viszont csak a darwinizmus maradhat. Tehát mit találunk itt ki? Mit jelent ez a magyar nyelv érdemében? Mit jelent? Mi a kedves neve? Emi. Azt mondja, hogy a magyar nyelv a legősibb. Jó lenne egy baseball ütőt kapni, és jó megvárni a fejét, mert azt állítja, hogy a magyar nyelv a legősibb. Mit tanultunk már itt? Nincsenek nyelvek, csak tájszólások. És a magyar nyelv az a nyelv, amely itt legjobban tükrözi a legősibb időket. Tehát nem a mi nyelvünk a legősibb, hanem csodálatos módon itt ebben a Kárpát-medencében a jó a disznótól, marhától, gyümölcstől táplálva valahogy még bennünk maradt, még megmaradt az az ősi ismeret és tudás. Át tudjuk így az agyunkat állítani egy kicsit, hogy nehogy fejbe vágjanak minket. Nem azt mondjuk, hogy mindenki a magyaroktól származott a világon, mert a származás elmélet, és azt jelenteni, hogy ki ered kitől. Az igaz, hogy van családfánk. Az igaz, hogy hallottak arról, hogy megtalálták Ádámot és Évát. Kiásták. Két testet találtak, teljesen épségben megmaradt. Minden bőre, szőre, minden megvolt. Minden, és azon vitatkoznak, hogy ez tényleg Ádám és Éva vagy sem. Mi pedig vértes szőlős területen. És honnan tudják, hogy ez Ádám és Éva? Onnan, hogy nem volt köldökük. Ez is azt mutatja, hogy nem volt származás. Eredeztetés nem lehet az első embernél. Tehát
tehát a magyar kultúránál sem, hanem a megmaradás a lényeg, hogy ősidők óta íme itt van a magyarság, és megmaradt. És még most is megvan, és a nyelve, zenéje, kultúrája mind azt mutatja, hogy rokona és közösségben van más ősi kultúrákkal. Minél ősibb az a más kultúra, annál inkább egyezik a magyar kultúrával. Miért nem tanítják ezt az iskolában? Majd önökön függ, hogy átadják a szót, majd belenéznek a szószámvetőgépbe, nem a kompúterbe, a szószámvetőgépbe, jó magyar találmány, belenéznek, és kezdik kutatgatni a fórumot, és a fórumnak az alapvető nézzük meg a fórumot, és majd megtalálnak sok jó dolgot a tananáról és egyebekről. Ebben a nyelvek százait érintő változó folyamatban az ősi népszerkezetek ezek közül is a vizet jelző népszerkezetek, például aranka, csángota, küküldő, poronga, szobáta, talabor változatlanul felmaradtak. Majd bele kell nézni a tamana névtárba, ami így néz ki, tamana névtár, látja? Dr. Vámosló Bátor, magam és Simon Endre állítottuk össze ezt a névtárat, és itt vannak ezrével az úgynevezett tamana nevek. Mennyi kellett nekem gépelni két ujjal, és mennyi dollárt kellett fizetnem a kislányomnak, hogy ő is segítsen. És kell majd a segítség nagyon jó, amit összebeszélünk, jó? Mert itt a végén pótjegyzékek vannak, mindenféle pótjegyzék, ami azt jelenti, hogy újra kell gépelni az egészet, lemezre kell tenni. Találjon egy ülést, mégpedig arra felé jobban fog várni, jó? Fiatal agyadnak kell olyan helyen ülni, hogy... Tehát itt van a tamana névtár. És ebben meg lehet találni azt a tömérdek ezer és ezer földrajzi nevet a Kárpát-medencében, amelynek másai többszörösen megtaláljuk világszerte. Mindig, amikor azt mondjuk Kárpát azonos nevek, akkor azt is értjük, hogy Kárpát azonos zene, alapzene, három hangú és öt hangú zene, és úgy értjük, hogy a díszítő művészet és a grafikai művészetek közössége és hasonlósága, azonossága sokszor, és építészeti formák, alapformák. Tehát ez mind egyben megy, és a nyelvi kapcsolat. A 22 éves kutatásaink eredményeképpen a Kárpát-medencében talált 7000, ma már 7500, ez az oldal egy kicsit lekésett. Mindent újra kell csinálni minden nap, mert jönnek az új felfedezések. Tehát a 7500, 3, 4, 5, 6 elemes népszerkezet 60%-a egyben ma is használatos magyar személy és család név. Kiment el az amerikai indiánok közé, Delaware-ben, a Pennsylvániában, ahol ott van a híres Tamana törzsfő, aki olyan híres volt a becsületességéről és az igaz szabályért, még ma is emlékeznek rá, persze kifacsarták az egészet, és az írek és egyebek beöltöznek indián ruhába, és nagyokat esznek, isznak is, és kurjonganak, és úgy nevezik magukat, hogy a Temeni Hall, a nagy hallban találkoznak, a nagy épületben, a központban találkoznak, Temeninek mondják, mert ugye az A betű angolul az E meghangzik, és így
jelcsúszik, ugye tájszólásról van szó. Tehát a Tamana hallban, a Tamana teremben ott összegyűlnek. Amerikai indiánok között egyik falunknak a neve, amerikai törzsfőnek a neve. Miért? Hogyan? Kopogtattunk az írógépen, a szószámvetőgépen, a feleségem oda szól, hogy nézd csak, mi van itt. Belenézek. Úgy adtuk a hírekbe ma, hogy 36 országban találtuk meg a Tamanát. Most találtuk meg a 37-et Alaszkában. Mégpedig a Tamana szövetség, a növi szövetségnek a szavazó csoportja, úgy nevezik magukat, a Tamana völgyben. Tehát víznevekről és családnevekről van szó, főleg a víznevek tartják meg az ősi kultúra emlékeit, mert a víz az élet adó, attól függ az élet. És amikor azt a vizet elnevezték úgy, ahogy elnevezték, az azóta is általában ugyanazt a nevet viseli. Tehát azok nagyon jó kutatási szempontok, vagy tények, hogy a vizek neveit kutatjuk. Mit jelent a Nílus? Nőlős, mindig megnő, mindig kiárad, mindig visszamegy. Lehet termelni, aratni, termeszteni. De még ahogy az idegenek nem tudnak magyarul, a magyarok meg elfelejtenek magyarul, majmolják az idegen szavakat, hihetetlen, hogy az újságokban hogy írnak az írói. Így aztán azt sem tudjuk, hogy ezek a tájszólások bizony magyarul pontosan úgy érthetők. És ebből van a nő elnevezés is. A nevő Nílus. Ebből a sorokon értem. A nyolcadik pedig az, hogy a magyar műveltség személy és családnevében ősi Mandinak nevezünk, Meanderi, azt jelenti, hogy tekergős, kanyargós és a kígyózó díszítő művészetekről van szó. Ősi Mandi díszjárás művészetében, ősi öthangú dallam szerkezetében, kupus építmény szerkezetében, az egész világra kiterjedő, egyetemes magas szintű, egység alakszerkezeteket adó műveltség élenjáró hordozója, a magyar műveltség élenjáró hordozója az ős műveltségeknek. Tükrözője. Tehát mi hordozunk, visszük, megtartottunk. Kérdeztem Kocsisnény, Magulya Zsuzsát, hogy van magyar művészeti múzeumi részlegkiállítás, stb. Múzeumban. Hát olyan éppen nincs, de római van. Miért nincs? Nem vagyunk büszkék a magyar művészetünkre és ősiségünkre. Ha pedig van, mert jártunk Szentendrén, hát ott aztán elmutatták az ősi falusi házakat és szerszámokat és egyebeket, és ha elmegyünk Augusta-szerre, ott meg aztán elmutatják, hogy hogyan jöttünk a jurtával ide keletről, talán 1500 évvel ezelőtt, akkor is úgy, hogy ide toloncoltak minket a besenyők. És a kultúra nyugat beengedett minket Európába. És az újságjaink így írnak, hogy kérjük már meg őket, hogy fogadjanak be minket az Európai Unióba, hogy legalább elismerjenek minket, hogy itt vagyunk. Szégyen és gyalázat. Nem zugolódom, hanem ébredjünk fel. Szókészletű, ősi ragozó magyar nyelv.
1 millió szókészlet, ez a